Látunk a kezedben egy könyvet Cibor Zoltán életéről, a fényképes életről, az aranycsapat legendás szélsőjéről, a Barcelona világklasszisáról. Ez olvasható rajta, valamint a te neved, Bodnár Zalán, illetve Szőlősi Györgyi, mint szerzői. Honnan jött az ötlet, hogy megírjátok ezt a könyvet? De mindenek előtt a komáromi polgármester úrnak, dr. Molnár Attilának köszönhető, hogy ez a könyv elkészült. Az ő ötlete volt, hogy ha már lesz ez a Cibor 90 rendezvénysorozat, emlékév, akkor amellett, hogy kiállítással, musicallel, jövőre elkészülő szoborral tiszteleg a város a legendás labdarúgó Cibor Zoltán emléke előtt, akkor készülne egy új életrajzi kötet is az ő életéről, hiszen van már olyan kötet, amely az ő életet mutatja be. A szerzőtársam Szőlősi György már 1997-ben, néhány nappal azután, hogy Cibor Zoltán eltávozott az élők sorából, akkor jelent meg az ő könyve, Dribbli az égig címmel, és korábban pedig 1983-ban Bocsák Miklósnak volt Kocsis és Cibor címen egy életrajzi kötete róluk, de ez a kötet most azért készülhetett el, hogy tovább frissítsük a róla szóló ismeretanyagot, hiszen azóta is azért bővültek a róla szóló ismeretek, mind sporttörténeti, mint politikatörténeti szempontból jóval többet tudunk már arról a korról, amelyben élt, és úgy gondoltuk, hogy talán nem árt, hogyha egy újabb, még frissebb kiadvány jelenik meg. Egyébként ez egy sorozat részének is tekinthető ilyen szempontból, hiszen a kiadó, a részben kiadó, az korábban már ugyanilyen formátumban, ugyanilyen kiadást jelentetett meg, először Puskás Ferenc életéről, amely most már 8 nyelven olvasható. Aztán pedig idén áprilisban, amikor Kocsis Sándornak a 90. születésnapját, tehát a 90. született Kocsis Sándort ünnepeltük Barcelonában, akkor szintén ugyanilyen formátumú könyv készült róla, az pedig két nyelven, spanyol és magyar nyelven, ez pedig ugyanilyen terjedelemben magyar, kizárólag magyar nyelven jelent most meg. Aztán meglátjuk, hogy folytatódik-e a sorozat, és hogy esetleg más nyelveken is megjelenik-e. Óriási problémát jelentett ennél a kötetnél, hogy hogyan tudjuk megtölteni jó minőségű képekkel, hiszen nagyon kevés áll már rendelkezésre, de örömmel mondhatom, hogy nagyon sok segítséget kaptunk mindenhonnan, ahová fordultunk, így ki kell emelnem, hogy a Puskás Intézet is segítségünkre sietett a maga gyűjteményével, Kocsis Tibor filmrendező, aki a Magyarok a Barszáját című filmet rendezte, ő is több képet bocsátott rendelkezésünkre, a Fradi Múzeuma szintén, illetve hát a család gyűjteményéből is tudtunk Kocsis Tibor révén értékes képekhez jutni, mind családi képek tekintetében, mind a mérkőzések akciójelenetei fellehetők szép számmal a kötetben, úgyhogy úgy gondolom, hogy mind a képanyagban, mind a szövegben vállalni tudjuk ezt a kiadványt. Neked, mint szerzőnek volt-e olyan fejezet ebben a könyvben, akár egy történet Cibor Zoltánról, ami nagyon megragadt? Hát összességében úgy mondom, hogy az aranycsapat történet az önmagában annyira izgalmas történet, hogy talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy az egész sporttörténelemnek, az egyetemes sporttörténelemnek talán a legnagyobb sztoria, beleértve hogy az egész történetet onnantól kezdve, hogy 4 éves veretlenség, olimpiai bajnoki győzelem, LK győzelem, angol verés kint Londonban, angol verés Budapesten, aztán világbajnoki döntő, aztán elveszített világbajnoki döntő, az azt követő dráma és trauma, az azt övező rengeteg rejtély, mitosz, hiedelem, amely körbeveszi. Úgy gondolom, hogy és ebbe illeszkedve természetesen Cibor Zoltán életútja az szerves része ennek a történetnek. Számomra az egész aranycsapat történetből az az időszak, amikor felbomlik az aranycsapat, az a legizgalmasabb, legdrámaibb, legrejtélyesebb, hiszen az, hogy a világ akkor mindig legjobb csapata egy úgynevezett illegális túrán végül is felbomlik az 56-os események után, 3 legjobb játékos külföldön marad, és aztán közülük 2 a Barcelona, Puskás Ferenc pedig a Real Madrid sztárjaként hódítja meg Európát, tehát ez egy olyan felfoghatatlan történet, amelyet nem lehet elég szerelmesülni, úgy gondolom.